És a téma, amiről ma este beszélgetnénk, azt hiszem olyan, ami mindenkit érint valahogyan, és ez a téma az isteni gondviselés. És hozzá kapcsolunk mindjárt ezt a kérdést, hogy működik-e egyáltalán, és a másik kérdés az, hogy hogyan működik. Azt mondhatjuk, hogy hívő és nem hívő emberek egyaránt vívódnak sokszor ezzel a kérdéssel. Csak bebeszélik maguknak egyes keresztények, hogy van isteni gondviselés, valahogy mindent jóra magyaráznak, vagy tényleg van, és ha van, akkor hogyan nem működik, és hogyan működik. Ateista alapállású emberek általában úgy fogalmaznak, hogy hát talán nem is zárkózik el egészen attól, hogy Isten létezik, de azt a kérdést vetik föl, hogy hát akkor miért nincs ennek valami látható, vagy jobban látható nyoma? Szóval akkor annak valahogy kézzelfoghatónak kellene lenni, hogy Isten valamit valahogyan megnyilatkozik, valamit cselekszik ezen a világon. Én szeretnék néhány sort felolvasni I. és Gyula magyar írótól, amelyek nagyon őszinte sorok, és azt hiszem sok ember gondolkozik így, és vet fel ilyen kérdéseket. Ezt írja. Nem vagyok ateista, mert az is eleve tagadást jelent, elzárkózást valami elől, amiről senki és semmi nem tud bizonyosat. Kész vagyok Isten befogadására is, mint a dolgok végső értelmének, az egész teremtés befejező aktusának a befogadására, de tudjam, értsem, igazoljam a magam számára. Ha a végső értelem Isten, miért nem ismerhetjük meg őt? Miért titkolózik? Miért hagy bennünket bizonytalanságban? Épületet alapozni, tető alá hozni és tovább építkezni csak tervek ismeretében lehet. A megszerkesztett valóság mögött a szerkesztő akaratának a számbavétele a legtermészetesebb. Tisztességes viszony az, amelyben a gyerek nem ismeri apját. De hát ilyen szenvedélyesen veti fel ezt a kérdést, hogy ő nem zárkózik el attól, hogy Isten van, de hát miért nem lehet ezt jobban látni, érzékelni? Hát ha van ilyen, akkor szeretnénk ennek a konkrét jeleit látni. A hívő keresztények között pedig úgy áll ez a dolog az isteni gondviseléssel, hogy elméletileg vallják, hogy van, mert hát erről szólnak a bibliai ígéretek, erről szólnak a bibliai történetek, és talán saját maguk is, a saját életükben is szereztek tapasztalatot ezzel olykor, de mégis sokszor ott vannak a kételyek, a kérdések. Nem tud egy keresztény ember sem sokszor válaszolni arra, hogy hát egyes esetekben úgy tűnik, hogy működik valamilyen isteni gondviselés. Máskor, amikor mi nagyon indokoltnak látnánk ezt, akkor meg úgy tűnik, hogy nem működik. Tehát nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban. És most akkor próbáljuk összegezni, hogy melyek a Biblia legalapvetőbb tanításai az isteni gondviselésről. Először is különbséget kell tennünk kétféle területen megnyilatkozó gondviselés között. A Biblia szerint működik isteni gondviselés, vagy mondjam így, működhet isteni gondviselés egyes emberek életében, akár életüknek a legparányibb, legjelentéktelenebbnek látszó mozzanataiban is, és ugyanúgy nagy bajokban nagy szabadulásokat szerezhet az egyes embernek. De a Biblia beszél arról, hogy az isteni gondviselés történelmi léptékben is működik, működik történelmi folyamatokban, történelmi események mögött is. Tehát ez a kétféle alapvető területe van az isteni gondviselésnek az egyes emberek életében, és itt nincsen különbség, hogy ez most mondjuk úgymond egy nagy ember, fontos ember, vagy egy parányi kis ember, akit alig vesznek észre mások, és működik a történelem folyamataiban, eseményeiben is. Most pár sort olvasnék Josephus Flaviustól, a zsidó történetírótól, aki ugye nem lett keresztény soha, Jézus idő utáni nemzedékben élt, de a következő megállapítást teszi, azt írja. Dániel egyike volt a legnagyobbaknak a próféták között.
Nem csak életében élvezte a legnagyobb tiszteletet és megbecsülést, hanem halála után is örök emléket hagyott. Irataiban jövendelései változatlanul és hitelt érdemlő alakban megmaradtak. Azt írja, hogy ő nem csak az eseményeket jövendölte meg, hanem még azoknak az idejét is. Azok, akik olvassák és megértik ezeknek a beteljesülését, azok belátják, hogy mennyire tévednek az epikúreisták, ha azt hiszik, hogy az életben nincs gondviselés, és Isten nem törődik az emberek dolgaival, és a világegyetemet nem valami felséges, halhatatlan és örökkévaló lény kormányozza, hanem önmagát tartja fenn a maga erejéből vezető és védelmező nélkül. Tehát tekintettel Dániel jövendöléseire úgy vélem, hogy messze esnek az igazságtól azok, akik azt hiszik, hogy Isten nem törődik az emberek dolgaival, mert nem lehetnénk tanúi, hogy jövendölései mind beteljesültek, ha a világon minden csak a véletlen irányítana. Hát ez a néhány sor ráirányítja a figyelmet az előre adott bibliai történelmi jövendöléseknek a csodálatos világára, és ezek tényleg azt mutatják, hogy Istennek van terve, van elgondolása az embervilággal. Ezt Jeremiás könyvében egy ige így fejezi ki: én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, mondja Isten. És az békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Nekünk tényleg sokszor úgy tűnik, hogy a történelem a totális bizonytalanságba vagy a semmibe megy, de a Szentírás azt mondja, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, és az egy kívánatos vég felé tereli a történelmet. Ha nekünk sokszor ilyen kis szűk látókörben ez nem is nyilvánvaló, de ha a bibliai proféciák csodálatos világát tanulmányozzuk, akkor egyszerre nyilvánvalóvá lesz, hogy isteni gondviselés nagyon is létezik, és ahogy Josephus Flavius írja, nem így van, hogy vezető és védelmező nélkül sodródik minden, ki tudja hová. Működik itt egy titokzatos terv a háttérből. Még szeretnék olyan igéket is idézni, amelyek az egyéni gondviselésre vonatkoznak, amelyek ilyen nagyon bátorító ígéretek. Például az egyik így hangzik, ez Péter apostol első levele 5. fejezetében a 8. vers: minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. Ugye nagyon egyszerű bibliai ige, de egy határozott felhívás: minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. Egy ószövetségi ige, egy Zsoltár ige, az 55. Zsoltárban pedig ezt mondja: vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel. Nagyon szemléletes ige, mintha valakinek a vállán lenne egy nehéz csomag, valamilyen kínzó nagy gond, és azt mondja: vessed az Úrra, add át neki ezt a gondot, mert néki gondja van rátok. Jézus pedig olyan nagyon szemléletes hasonlatot használt, hogy azt mondta: még egy verebecsike se esik le az ágról a ti atyátok tudta nélkül, nektek meg még a hajatok hajszála is számon vannak tartva, és ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Tehát azt mondtam, Isten mindent tud rólatok, ugye ez nyilván költői kifejezés, hogy a fejetek hajszálai, de azt akarja érzékeltetni, hogy a világon minden érdekli, a világon minden tud rólatok. Hát ezeket az állításokat miután felsoroltuk, most tegyük fel azt a kérdést, hogy ha működik, hogyan működik az isteni gondviselés. De még egy szót szóljunk az isteni gondviselésnek az eszközeiről is. Mert ugye ezt az egész Bibliában olvassuk, hogy a Istent az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja. És ez nem csak a Biblia állítása, hanem tapasztalati tény is. Közülünk senki nem látta, szemtől szembe, és az írás azt mondja, nem is láthatja. Akkor az Isten milyen eszközökön át visel gondot mégis emberekről, nagy történelmi eseményekről, hogyan avatkozik bele a földi dolgokba? A Biblia erről úgy szól, hogy az Isten gondviselésének az egyik eszköze a titokzatos harmadik isteni személy, a Szentlélek.
Ugye a Szentlélek sok embernek titok, sokan nem is gondolják személynek, vagy isteni személynek, csak valamilyen erőnek. De a Biblia szerint a Szentlélek valóságos isteni személy, de olyan isteni személy, akit a Biblia sose ábrázolt testi alakban, és sohasem biztat arra, hogy közvetlen hozzáforduljunk. Őt így mondja az írás, hogy az Atya küldi, Krisztus adja, Krisztus által lehet kérni. És a Szentlélek belülről tud dolgozni az emberben. Nem kell kívülről megszólítania, bele tud kapcsolódni a gondolataiba, az érzésvilágába, és tud neki sugallatokat és tanácsokat adni. Tehát az Isten gondviselésének az egyik eszköze például, hogy egy embernek a gondolataiban dolgozik a Szentlélek által. Vagy azért dolgozik, hogy ő neki jó tanácsokat adjon, valami veszélytől, valami rossztól elfordítsa, vagy máskor azért dolgozik valakinek a gondolataiban, mert már eltökélt valami rosszat, és hogy arról lebeszélje, hogy attól elfordítsa. Tehát meg nem lehet mondani, hányféleképpen dolgozik a Szentlélek, ahogy próbál emberek gondolatait jó irányba fordítani, és a gonosztól elfordítani. Aztán az Isten gondviselésének további eszközei az Isten angyalai. Ugye az angyal, mi magyar angyal szavunk a görög angelos szóból ered, és az új szövetségi szóból, és ennek az jelentése, hogy követ. És a Biblia szerint az angyalok nem a népies elképzelés szerinti szép nők, vagy ilyen kis szárnyas babák, hanem így mondja a Biblia, hogy az embernél sokkal magasabb rendű természetű lények, az megnyilatkozik abban is, ha akarják, láthatóvá teszik magukat, ha akarják, láthatatlanul tevékenykednek körülöttünk, ha akarják, emberalakban jelennek meg és cselekszenek emberek között. Tehát ezeket mind felsorolja az írás, és azt mondja róluk, hogy hatalmas erejűek, hatalmas intelligenciájúak, és teljesítik Isten akaratának szavát. Szó szerint idézek egy bibliai igét a 103. Zsoltárból, áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik hallgattok az ő rendeletének szavára, teljesítve az ő rendeletének szavát. Tehát a Biblia szerint, ha Istent nem is láthatjuk, de az ő gondviselésének az eszközei tudnak működni a mi földi világunkban, egyrészt a Szentlélek az emberek gondolataiban, lelki világában, másrészt pedig az Isten angyalai egyes emberek életkörülményeiben, a történelem folyamataiban. Ugye ezt a Biblia külön hangsúlyozza, hogy Isten angyalai egyrészt az egyes emberekért fáradoznak, akik Istent segítségül hívják, így mondja, hogy szolgáló lelkek az ő javukra, azt mondja, tábort jár az Istenben bízók körül, és megszabadítja őket az Isten angyala. Másrészt a Biblia beszél olyan angyalokról, akiknek az a hivatásuk és az a speciális feladatuk, hogy a földi történelmet ellenőrizzék, és akkor kell, ahol Isten jónak látja, befolyásolják. Tehát ők az Isten gondviselésének eszközei. Nagyon szeretek egy bibliai igét, ez szerepel a 33. Zsoltárban is, meg a 119-ben is, és így hangzik, az Úr kegyelmével teljes a föld. Mintha azt mondaná ez a Biblia, igen, látni nem láthatjuk, de az ő kegyelmének, jó akaratának az eszközei annyira sokféleképpen dolgoznak, hogy ezt lehet mondani, az Úr kegyelmével teljes a föld. Akkor is, ha ez nem szemmel látható, akkor lesz láthatóbb, ha az ember az Isten igéje szerinti törvényszerűségeket megérti, és megtanulja fölismerni ezeknek a munkáját. Akkor tehát hogyan működik? Először is azt szeretném elmondani, hogy az isteni gondviselés nem, hogy így mondjam, normálisan működik. Mit értek ezen a speciális kifejezésen? A Biblia szerint nem úgy működik, mint ahogy az Isten akarta eredetileg, hanem volt az úgynevezett bűneset az emberi történelem kezdetén, amit a Biblia valóságos történelmi eseménynek mond, mindjárt az emberi történelem hajnalán, amikor is az ember engedett a bűn szerzőjének, megcsalatott a bűn szerzője által, noha nem menthető teljesen, Isten világos figyelmeztetése és kérlelése ellenére a lázadó ősellenség oldalára állt.
Ugye a Biblia azt mondja, hogy kezdetben, a teremtés után Isten és az ember még szemtől szembe érintkezett egymással. Ez a helyzet drámaian megváltozott az úgynevezett bűneset nyomán, amikor is az ember tulajdonképpen azt tette, hogy akaratlanul ugyan, de ténylegesen átjátszotta a föld feletti uralmat Isten helyett ennek az ős ellenségnek a kezébe. Mondhatnánk így, hogy a világunk gazdát cserélt. És ettől kezdve szó sincs arról, amit sok ember pedig így képzeli, hogy Isten kormányozza ezt a világot, itt minden az ő akarata szerint történik, és akkor persze felhangzik a keserű mondat, hogy na hát, ha van egy jó Isten, hát ilyesmit tud produkálni, amit a mi világunkban zajlik, hát hol van itt a jó Isten, hát milyen szörnyűségek történnek, hogy történhetnek ezek, miért történnek ezek. Ugye, tehát akkor ez lesz az eredmény. Én például megvallom, hogy mindig szenvedek attól, hogyha temetéseken hallgatom az igehirdetéseket, és sokszor sok igehirdető ilyet mond, hogy ugye ez egy olyan bevett formula, és sok temetésen elhangzik, nyugodjunk meg Isten akaratában. Na most, aki hallgatja ezt az igehirdetést, mit gondol? Azt gondolja, hát akkor Isten tetszőleges akarattal egyszer csak valakinek az élete fonalát elvágja, vagy az Isten okoz baleseteket és tragédiákat, és akkor úgy kellene ezt érteni, hogy hát tulajdonképpen itt minden Isten akaratából történik. Én se tudnék egy jó Istenben hinni. Ha így hinném, hogy ami ezen a világon történik, az mind az Isten akaratából történik, vagy hogy ő kormányozza ezt a világot. Hogy mennyire nem így van, ezzel kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy Jézus, amikor a földi élete vége közeledett, és amikor ott van a Getsemáné kertben való elfogatása előtt, akkor ezt mondta, jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Tehát ugye arra utalt, hogy az, ami ezután vele történik, azt mind a világ fejedelme fogja előidézni és diktálni, de hozzátette, én bennem nincsen semmije. Tehát ezt a bizonyos ős ellenséget, aki szintén az embernél sokkal magasabb rendű lény, a Biblia azt mondja, eredetileg angyal fejedelem, ugye maga a sátán név egyébként azt jelenti, hogy ellenség. Héber szó is azt jelenti, hogy ellenség. Tehát Jézus kijelentése szerint jelenleg ő a világ fejedelme. Nem az Isten kormányozza a világot, hanem ez az ős ellenség a világ fejedelme. És olyan is, úgy is zajlik a földi élet, hogy ő a világnak a fejedelme. De Jézus elmondhatta azt, hogy én bennem nincsen semmije. Ha ezt minden ember elmondhatná, vagy legalábbis nagyon sok ember elmondhatná, más lenne a mi világunk. De az írás így kimondja, hogy nincsen igaz, abszolút igaz, csak egyetlen egy sem. És még azok is kevesen vannak, akiket a világ fejedelme csak kevéssé tud befolyásolni, és ha befolyásolja, rögves fordulnak el tőle, és keservesen bánják, hanem túl sokan szolgálnak a világ fejedelmének ezen a földön, ezért az ő akarata érvényesül. Ugye nagyon sokan ismerik, akik nem is nagyon vallásgyakorlók, a Jézus által tanított imádságot, a mi atyánkot. És milyen világosan mondja ez az imádság. Ugye Jézus így tanított minket imádkozni, hogy kérjük Istentől, jöjjön el a te országod. Így is lehetne fordítani, jöjjön el a te uralmad, mert ami alatt most vagyunk, az nem az Isten uralma. És a következő kérés azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ugye mindenki ki tudja ebből olvasni, hogy most nem az ő akarata érvényesül, mert azért kell kérni, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Na most azt olvassuk az írásban, hogy Istennél abszolút törvény a szabad választásnak a tiszteletben tartása, és ő soha, de soha kényszert nem alkalmaz. Egy parányi erőszakosság sincsen az Istennél. És ez az oka annak, hogyha az ember más vezetőt választott, hogyha az ember elpártolt Istentől, akkor az Isten nem fogja erőszakkal más irányba kényszeríteni. Van ilyen bibliai megfogalmazás, ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvassuk,
Azt mondja, Isten hagyta a népeket a maguk útján járni. Tehát erőszakkal tudja, hogy nem lehet senkit a rossztól elfordítani, vagy a rossztól megszabadítani. Hagyta a népeket a maguk útján járni. De szeretnék egy részletet olvasni a 81. Zsoltárból is. Ez egy nagyon érdekes részlet, mert rögtön szeretném azt hozzátenni, hogy ezt Isten nem szemtelenül teszi, hogy hagyja az embereket, hagyja a népeket a maguk útján járni, mert ugyanakkor látja, hogy milyen borzasztó következményei vannak a bűn követésének, az önzés, a Biblia szerint a bűn az egyenlő önzés, én középpontuság. Ő látja, hogy ez micsoda eredményeket hoz, és ugye ez nagyon ellenkezik azzal, ahogy az emberek Istenről gondolkoznak, mert a legtöbben azt gondolják, hogy ő valami örök boldogságban, ott valami éteri közegben, valahol a világmindenségben ő él, és hát az mi szenvedéseink hozzá fel se érnek, és hát ő nem is ismeri ilyet, hogy szenvedés. Sok ember úgy gondolja, hogy Isten nem is tud szenvedni. De a Biblia teljesen mást mond, azt mondja, hogy hagyja ugyan a népek maguk útján járni, de az Isten szenved attól, hogy az emberek mennyire szenvednek. Ezt ilyen radikálisan fejezi ki például Ézsaiás könyve 63. fejezetében egy ige, azt mondja, minden szenvedésünket ő is szenvedi. Szeretném megkérdezni, bele tud valaki ebbe képzelni magát? Mi elborzadunk egyes emberek szenvedésétől, de minden ember szenvedését szenvedni, ez szinte felfoghatatlan. De így kell lenni, ha igaz az a mondat, amit a Biblia így mond, hogy Isten a szeretet, akkor így kell lenni. Ha Isten a megtestesült szeretet, akkor ő a megtestesült együttérzés. Ebből pedig az következik, hogy ő elképzelhetetlen, hogy mit szenved, ha együtt érez az emberrel. Jézus ezt földi életében így is kifejezte, azt mondta, hogy amit megtesztek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, vagy testvéreim közül, vagy nem tesztek meg, amikor szüksége lenne rá, az annyi, mintha én velem tennétek meg. Tehát azt mondja, amit a legkisebb ember érez, azt ő is átérzi, mert Isten a szeretet, Isten az együttérzés. És ez annyira kifejezésre jutott Jézus földi életében is, ugye akiről azt mondja a Biblia, hogy ő Isten emberré lett, Isten földre jött fia, aki egy az atyával, az atya is ugyanolyan, ugyanúgy gondolkozik, ugyanúgy viszonyul hozzánk emberekhez, mint ő. És ha valaki megfigyeli az evangéliumi leírást, kétszer is olvassuk azt, hogy Jézus megrendült sírásra fakadt. De egyszer sem magáért. Amikor elolvassuk az ő döbbenetes szenvedés történetét, ott egyetlen szó sincs arról, hogy egy jajszó elhagyta volna az ajkát, vagy egy könycséppet ejtett volna magáért. De az a két eset, amikor ő megrendült sírásra fakadt, a következő. Az egyik az volt, amikor egy általa jól ismert családban az egyik testvér Lázár meghalt, és mikor már ugye negyednapos halott volt, akkor ért oda, és látta, hogy sírnak a testvérei, és hogy sírnak a többi gyászolók, akkor azt mondja a Biblia, amikor látta, hogy ezek milyen megrendülten gyászolnak, milyen szenvedés ez nekik, akkor azt mondja, a lelkében igen elbúsult, megrendült, és könnyekre fakadt. Tehát például az emberi gyász fájdalmát is átérzi. Aztán a másik eset pedig az volt, amikor halála előtt bevonult Jeruzsálembe, és egy olyan helyre érkezett, ahonnét le lehetett látni a városra. Ez volt az a kivételes alkalom, amikor a Júda népe, az izraeliták elismerték őt messiásnak, és azt hitték, hogy most fog messiás királyként Izrael trónjára ülni, és visszahozni a régi dicsőséget, és pálmaágakat lengettek, és felső ruháikat az útra terítették, és újjongva kísérték Jeruzsálembe. Mindenki örült, de amikor Jézus arra a bizonyos helyre ért, ahova le lehetett látni a városról, akkor azt mondja a Biblia, hogy megrendült sírásra fakadt. És ezeket a szavakat mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek,
Én hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, és nem akartad. És bárcsak ezen a mostani napodon is megismernéd, amik a békességedre valók. Mert én látom, hogy mi fog következni, hogy a te ellenségeid palánkot vetnek körülötted, vagyis ugye harci sáncot, és földre tiporják a te fiaidat benned, és nem hagynak itt követ köven. Hát, ha valaki aztán megismeri, hogy hogy pusztult el Jeruzsálem 70-ben időszámításunk után, akkor megérti Jézus sírását. Ő ezt a borzalmat mind előre látta, és előre siratta. És a tehetetlenségnek a siratása volt, hogy én szerettem volna, és hányszor akartam volna elhárítani ezt a végzetet a város felől, de te nem akartad. És azt mondja, hogy látom, mi következik, és Isten sem háríthatja el. És ahogy említettem, szeretnék még egy Zsoltár igét is olvasni, a 81. Zsoltárból idézek egy részletet, hogy lássuk azt, hogy Isten mennyire szeretne segíteni, és mennyire az embernek a magatartása akadályozza ezt, mert kényszernek nincs értelme. Tehát ha az Isten azt látja, hogy az ő segítsége visszautasításba ütközik, akkor ő nem alkalmaz semmilyen kényszert, mert tudja, hogy ezzel segíteni nem lehet. De ő ugyanakkor szenved attól, hogy nem tud segíteni, pedig szeretne segíteni. Így olvasom a 81. Zsoltárban. Ezt mondja Isten, nem hallgatott népem az én szómra, Izrael nem engedelmeskedett nékem. Figyeljük meg most különösen a következő verset. Ott hagytam azért őket szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ugye milyen döbbenetes mondat ez, az Isten sokszor kénytelen ezt tenni egyénekkel, kénytelen ezt tenni népcsoportokkal. Azt mondja, ott hagytam azért őket szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. De hogy az Istennek nem közömbös, a következő versek így szólnak, ó, ha az én népem hallgatna rám, ha Izrael az én utaimon járna, legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezemet. Tehát Isten azt mondja, ez rettenetes, nem tudok segíteni, de bárcsak hallgatna rám, bárcsak az igazság útjain, az én utaimban járna, akkor legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezemet. És tegyük fel akkor azt a kérdést, hogy bár alapvetően ez a törvényszerűség érvényesül, hogy mivel a világ, hogy így mondjam, uralkodót cserélt, és az ős ellenség lett a világ fejedelme, és Isten hagyja a népeket és az egyéneket járni a maguk útján, mégis mikor avatkozik bele a gondviselésével? Mert ugye ezt mondtuk, hogy azért határozottan beszél isteni gondviselésről, úgy nem, hogy rákényszeríti valakire, mert Isten a jót sem kényszeríti, soha nem kényszeríti, de mégis mikor avatkozik be? Azt olvassuk az írásban, hogy egyértelműen akkor az egyének életébe, hogyha segítségül hívják őt. És ezzel kapcsolatban hangsúlyoznám azt, hogy mindegy, hogy eddig hittek Istenben vagy nem, mindegy, hogy jó dolgokat vagy gonosz dolgokat tettek, ha teljes szívből, mint egy segítségre szorult ember egy adott pillanatban Isten segítségül hívja, az Isten feltétlenül válaszol. Ezt a Biblia legegyértelműbben állítja. Szeretnék bibliai igéket idézni. Például Jézus azt mondja, János evangélium a 6. fejezetének a 37. versét idézem, ha valaki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Tehát ugye az én hozzám azt jelenti, hogy segítségért jön hozzám. Nem számítanak az előzmények, nem számít a múltja, de most ebben a pillanatban őszintén segítségül hív. Azt mondja, semmiképpen ki nem vetem. Egy másik ige is megerősíti ezt a római levél 10. fejezetében, azt mondja, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Figyeljük meg a szót, mindenki, nincsen feltétel, mindenki, aki tiszta szívből segítségül hívja, megtartatik. Szeretnék még konkrét példát is idézni a Bibliából, ami ugye az embert úgy meg is döbbenti, hogy az Isten annyira irgalmas, és annyira, hogy így mondjam, örül annak, hogyha az ember készségessé válik, befogadóvá válik, felé fordul, hogy nem támaszt feltételt, hogy segítsen,
amikor valaki őszintén belátva a maga elveszett vagy segítségre szoruló állapotát kéri az Istent. Ez a példa, amit idézni szeretnék, a Biblia Ószövetségi részében, Krónika második könyvében található, Krónika második könyve 33. fejezetében. Júda egyik legsötétebb uralkodója volt Manassé. Olyan érdekes a Bibliában, a királyok könyvében, és sokszor láthatjuk, hogy a hétköznapi életben is így van, hogy van egy nagyon istenfélő, egy nagyon jóra törekvő király, aztán van egy gonosz fia, aztán fordítva. Szóval ez végig ismétlődik, ahogy a Biblia leírja Júda királyainak a történetét, és olvasnám a Krónika második könyve 33. fejezetéből, hogy ez a Manassé, aki szintén a nagyon istenfélő apja után uralkodott, milyen portrét rajzol róla a Biblia. Azt olvasom a 33. fejezet második versében. És gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt, a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izrael fiai elől kiűzött. És aztán ezt írja. A fiait átvitte a tűzön. Az jövendőmondásokat, varázslásokat, szemfényvestéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra indítsa. Aztán ezt mondja, hogy és elcsábította Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok. Aztán noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, nem figyeltek rá. Elég sötét kép? Még a királyok könyvében azt is mondja Manasséről, hogy nagyon sok ártatlan vért is ontott, úgyhogy Jeruzsálem mindenfelől megtelt vele. Hát ez aztán a legborzasztóbb még, ugye mindennek a tetejébe. A zsidó hagyomány szerint, és nincs ok ezt kétségbe vonni, az egyik első tette az volt, hogy Ézsaiás prófétát kivégeztette. Tehát ha valaki Ézsaiás könyvét olvassa a Bibliában, tudja, hogy ő egy mártír proféta, akit mint egy bő 60 évi szolgálat után Manassé kivégeztetett, a zsidókhoz írt levél utalása szerint szétfűrészeltette. Na hát, ez a Manassé. És szeretnék most még egy részletet olvasni, így folytatódik később a szöveg. Azt mondja, mivel, hogy megszólította az Úr Manassét és az ő népét, nem hallgattak rá, rájuk hozta azért az Úr az Asszíria beli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, vasba verve megkötözték őt két lánccal és Babilóniába vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz, az ő istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezett néki, meghallgatta könyörgését, és visszavitte őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Jó illusztrációja annak, hogyha ki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem, és hogy mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Még egy ilyen ember is, még ilyen előzmények után, még ilyen múlt után is, amikor a nyomorúságában teljes szívből komolyan segítségül hívta az Istent, azt mondja, teljesen megalázta magát, azt mondja, az Isten meghallgatta a könyörgését, megkönyörült rajta, és visszavitte őt Jeruzsálembe, és nem is szalmaláng volt Manassének ez a megtérése, mert utána haláláig azon igyekezett, hogy amit korábban tönkretett, azt visszaépítse is, amit lehet jóvá tegyen, mindazokból a károkból, amit okozott. Tehát ez gondolom mindenkinek bátorító. Tehát soha ne engedjünk ilyen gondolatoknak, hogy ó, hát én nem akarok olyan lenni, hogy nem törődök az Istennel, de aztán, amikor bajba vagyok, segítségül hívom. Ezt senki se szégyelje. És senki se gondolkozzék úgy, hogy hát nekem úgyse bocsátana meg az Isten, hát nekem, én aztán úgyis hiába hívnám segítségül, hát mi minden van az én hátam mögött, mi mindent csináltam életemben. A Biblia leghatározottabban leszögezi, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. És ez egy nagyon bátorító ígéret. Egyetlen akadálya lehet annak, hogy valaki segítségül hívja Istent, és nem siet a segítségére, és ez főleg azoknál az embereknél érvényesül, akik nagyon ismerik az Isten útjait, meg az Isten gondolatait. Ezt így fogalmazza Ézsaiás könyvében, az 56. fejezetben a próféta,
Azt mondja, nem olyan süket az Úr füle, hogy meg ne hallgatna, nem olyan rövid a keze, hogy meg nem szabadítana, hanem a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istenetektől, hogy meg nem hallgatott. Tehát abban az esetben, ha valaki nagyon jól tudja, hogy mi lenne a helyes, de ő nem teszi, és meg se bánja, és el se fordul tőle, de azt mondja, hát Istenem segíts. De ott vannak a megbánatlan, a rendezetlen bűnök a háta mögött, amelyekről pedig ő tudja, hogy azok. Na ilyenkor az Isten hiába hívja valaki Isten segítségül, az ő javára nem hallgatja meg, mert ha megtenné, akkor az úgy jön neki, mintha azt mondaná, nem baj, hogy ezeket csinálod, nem baj, hogy nem törődsz az igazságos cselekedetekkel, nem baj, hogy nem törődsz az erkölcsi törvénnyel, az Isten mindenképpen megáld, mindenképpen megsegít. Tehát Isten erkölcsi lény, és ilyenkor, mikor valaki tudatosan áthágja a számára nyilvánvaló isteni erkölcsi törvényt, és mintha ez nem is lenne, csak erről tudomást sem véve, ezt meg sem bánva, ettől el sem fordulva, csak azt mondja, hogy Istenem, hallgass meg, akkor Istennek a hallgatása figyelmeztet, hogy valamit nincsen rendben. De ugye Manassénál is láttuk, Manassé sok gonoszt tett, de mit csinált? Egészen megalázta magát az Úr az ő Istene előtt, és elismerte az ő vétkeit, és megfordult a gondolkozása, és ezen a háttéren már Isten segített. De úgy, ahogy a Biblia sokszor fogalmaz, hogy az ember emelt fővel, felemelt kézzel vétkezik, de segíts meg, úgy nem. Amikor azt mondták a júdabeliek, hogy az Úr temploma, ez nem jöhet ide veszedelem, és majd az Isten megsegít, de közben ugyanazokat a gonoszságokat űzték, akkor Isten üzente a proféta által, hogy ne bízzatok ezekben a hazug beszédekben. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat, ha készek vagytok erre, akkor az Isten segít. Tehát még egyszer mondom, Isten erkölcsi lény, Istennel nem lehet így bánni, hogy beütöm az automatába, hogy most segíts, aztán máskor nem érdekel se igazság, se erkölcsi törvény, hanem bármit tett az ember, lehet, segítségül hívhatja, ha kész ezt elismerni, hogyha kész ettől elfordulni, és az Istent őszintén szívből segítségül hívja. Azután szeretnék arról is szólni, hogy van, amikor az Isten segítségül hívás nélkül is cselekszik. Segítségül hívás nélkül is megnyilatkozik a gondviselése. Mondom, a leggyakoribb ez, hogy egy konkrét segítségül hívásra tesz. De van, amikor ennélkül is tesz. Melyek ezek az esetek? Az egyik ilyen eset az egyes emberek életében, amikor valaki még nem is ismeri Istent, de az Isten már ismeri őt. És látja, hogy ez az ember a szíve mélyén igazság szerető, jobbra vágyó. És akkor az Isten fáradozik azért, hogy benne szomjúságot ébreszten az igazság iránt. Fáradozik azért, hogy elfordítsa a rossztól, és az igazság felé fordítsa. Ilyenkor nem hívja valaki direkt Isten segítségül, de az Isten tudja az ő titkos gondolatait, érzéseit is, és sokszor Istennek már akkor gondja van rá, amikor ő még Istenről semmit sem tud, egyengeti az élet útját, és fáradozik azért, ahogy a Biblia mondja egy helyen, hogy ellenségeskedés szerezzen benne a rosszal szemben, és viszont a figyelmét a jobb, a szebb, az igazabb felé fordítsa, és egy lelki szomjúságot olcson belé ebbe az irányba. Így is fogalmaz a Biblia, hogy Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Tehát nem olyan, aki őt segítségül hív, mert még nem tudja segítségül hívni, nem is hisz benne. De valahol a lelkében valami szomjúság, valami keresés, akármilyen halványan. De az Isten ezt már észreveszi. És arra az emberre már kiterjed az ő gondviselése, és amikor ő nem is kéri, akkor is egyengeti az útját, akkor is megszabadítja, mert Isten a jövőt is tudja, és egyengeti a jövőnek az útját, amikor majd ez az ember változni fog, és majd eredménye lesz az Isten sokféle munkálkodásának. Aztán történelmi méretekben is beleavatkozik olykor az Isten az emberek és az emberiség életébe, anélkül, hogy emberek segítségül hívnák őt. És ez mikor történik?
Szeretnék egy nagyon szép igét idézni, Mózes 5. könyve 32. fejezetéből, az úgynevezett Mózes énekéből, ahol a következőt olvassuk. Mózes 5. könyve 32. fejezetében a 36. vers így hangzik. Mert megítéli az Úr az ő népét, és megkönyörül az ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, s védett és védtelen oda van. Mert van, hogy nem hívják direkt segítségül, de már az Isten látja, hogy itt már elfogyott az erő, védett és védtelen oda van. Sokszor ilyenkor is az Isten könyörülete beavatkozást fog megvalósítani. És szeretnék erre vonatkozóan is egy gyakorlati példát mutatni, most nem egyes ember, hanem hát egy egész nép vonatkozásában. Ezúttal Izrael népéről van szó, az északi, nem a déli ország részéről, a Júdáról, hanem az északiról, akik nagyon elmentek a bálványimádás útján, és ennek ellenére a következőt olvassuk Királyok második könyvében, tehát Királyok második könyvéből fogok idézni, a 14. fejezetből. Királyok második könyve 14. fejezetében a következőt olvasom. Nagyon sokat nyomorgatta ebben az időben Szíria az izraelitákat, és ezt olvasom, hogy az akkori királynak milyen volt a viselkedése. A 24. verset olvasom a 14. fejezetben. És gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt, ez a bizonyos második Jeroboám király, és így olvasom, hogy mégis, annak ellen, hogy ő is gonoszul cselekedett, meg a népe is, azt írja, hogy mégis ez a második Jeroboám szerezte vissza az Izrael határát az Emádtól fogva a pusztasági tengerig. És a 26. vers, mert megtekintette az Úr az Izrael igen nagy nyomorúságát, hogy a berekeztetett és az elhagyatott is semmi, és nincs senki, aki az Izraelt megszabadítaná. És nem mondta az Úr, hogy Izrael nevét eltörli az íg alól. Annak okáért megszabadította őket Jeroboám, a Jóás fia által. Tehát azt mondja, gonosz volt a király, Istennel szembe ment a nép, de azt mondja, megtekintette az Úr az Izrael igen nagy nyomorúságát. És mégis a gonosz király által is szabadulást szerzett nekik, hogy a szíriaiak által meghódított területeket visszaszerezze. Mert azt mondja, látta, hogy nincs semmi és senki, aki az Izraelt megszabadítaná. És noha mondhatta volna, nem mondta, hogy eltörli Izrael nevét az ég alól, hanem megszabadította őket. Tehát ez is előfordul, hogy Isten könyörülete segítségül hívás nélkül is, még nagyon méltatlan körülmények között is megnyilatkozik. És szeretnék most arról is szólni, hogy vajon napjainkban is számíthatunk mi erre, akár egyéni, akár történelmi méretben. Hát egyéni vonatkozásban se szeri, se száma nincsen annak, ahogyan az Isten egyének életében cselekszik. Én azt szoktam mondani, hogy az Isten fantasztikus szervező, és olyan meglepő találékonyságokkal tud a gondviselésével embereknek segíteni, hogy az ember csak bámul rajta. Tehát nem arról van szó, hogy egyes hívő emberek mindent jóra magyaráznak, hanem, hogy így mondjam, nincs is rá más magyarázat, mint az isteni gondviselés. Amilyen sokféleképpen az Isten cselekszik. Olyan szívbeli örömömre szolgált most, hogy egy kis könyvet állítottam össze, ugyanis észbe kaptam, hogy hát az édesanyám 100 éves lett volna ez év januárjában. És akkor arra gondoltam, hogy hát ez egy vissza nem térő alkalom, hogy az unokái és dédunokái, akik meg ugye már kevésbé ismerték őt, az ő életének a nevezetes történeteit, az isteni gondviseléssel szerzett történeteit megismerjék.
És nekem az én lelkemnek is annyira jól esett, hogy írtam egy kis könyvet ezen a címen, hogy Édesanyám történetei. Részben, amiket ő mesélt el abból az időből, amikor mi még nem is voltunk, vagy hiszen ez visszamegy a múlt század elejére, még korttörténet is, részben, amiket már mi is tapasztaltunk, és olyan jó leső érzés volt ezt a kis könyvet írni, és magam is láttam, hogy hányféleképpen működik az isteni gondviselés. Milyen egyszerű, egyrészt nagyon egyszerű, másrészt milyen találékony módszerekkel. És mondom, nekem is van otthon egy naplóm, amiben dátum szerint beszoktam írni egy-két emlékeztető szóval az úgynevezett tapasztalatokat, amikor olyan kézzelfogható, hogy az Isten meghallgat és megsegít. Most így hirtelen eszembe jut az édesanyám történeteiből csak egyetlen kis egyszerű történet, ez éppen ezzel a vidékkel kapcsolatos, nagyon sok van benne, de az egyik, amit ő elmesélt nekünk, hogy ugye a második világháborúban tudjuk egy rövid ideig Erdélyt Magyarországhoz csatolták, és hát őket oda helyezték, és aztán ugye az apu az hadifogságba került, ő meg menekült vissza ide a rokonokhoz Kőrösegyre. Aztán az apám egyik kollégája segítette őt Budapestig, mert ugye jött egy 2 éves gyerekkel, és ugye valamilyen csomag is kellett, ugye ahogyan jönnek ezen a hosszú úton, és hát azt mondja, hogy de aztán már onnét egyedül kellett neki tovább utazni Budapestről Kőrösegyre. És hát akik abban az időben élnek, tudják, hogy nem úgy volt, hogy az ember fölüti a menetrendet, és akkor megnézi, hogy melyik vonattal jön, hanem ült az állomáson, aztán várt, hogy indul-e egyáltalán egy vonat, és amikor indult, örülni kellett, és fel kellett szállni. És hát neki is úgy jött a vonat, hogy késő este érkezett le Balatonföldvárra, ugye ahonnét még körülbelül 2 kilométer Kőrösegy, de háborús idő lévén vaksötét volt, az állomás se volt kivilágítva, és mesélte, hogy ő már a vonaton fohászkodott, hogy fog ő itt késő estébe, szinte éjszakába, 2 éves gyerekkel, meg egy jókora csomaggal 2 kilométerre bejutni a rokonokhoz. Hát nagy üggyel, bajjal lekászálódott, és ahogy leszállt a vonatról, a vaksötétben hall egy hangot, a nagybátyja hangját. Látni semmit nem lehetett. Bele kiabált a sötétbe, hogy Imre bácsi, te vagy az? Az meg vissza, te vagy az? És kiderült, hogy pont ehhez a vonathoz vitt ki lovas kocsival valakit, aki más irányba ment. És abban a pillanatban vége volt a gondjának. De ilyen kis apró dolgok, akik bezárólag mindig végig kíséri a hívő ember életét az isteni gondviselés. És nem lehet azt mondani, hogy ezek belemagyarázások, vagy óramagyarázások, hanem kézzelfogható valóságok. És szeretnék arról szólni, hogy a történelmi méretben is érvényesül az isteni gondviselés a mi napjainkban is. Felidéznék egy részletet a Szentírás utolsó könyvéből, Jelenések könyve 7. fejezetéből. Így olvasom, Jelenések könyve 7. fejezetében az első verstől. Ezek után láttam 4 angyalt állni a föld 4 szegletén, a föld 4, vigyázat, nem a szélét, vannak sajtóhibás bibliák, hanem a föld 4 szelét tartva, 4 égtáj felül fújni akaró szeleket tartva, hogy a szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akiknek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Néhány rövid szó magyarázatot fűzök hozzá. A Bibliában a szél az a pusztító társadalmi és természeti erőknek a szimbóluma. Talán meglepődünk azon, hogy itt azt mondja, hogy Isten angyalainak úgy szól az isteni utasítás, hogy ne ártsanak addig. Hát az angyalok ártanak is. Ugye a Biblia nagyon egyértelműen szól arról, hogy van, mikor az Isten egy ítéletes közbelépéssel terel el dolgokat a történelemben, de sohasem azt jelenti, hogy ő valami gonoszat, rosszat bocsát, hanem így fogalmaz például Jeremiás síralmaiban, hogy
hátravonja a jobb kezét az ellenség elől. Hátravonja a védő kezét, a jobb kezét az ellenség elől, és hagyja, hogy történjék az, ami történik magától, hogyha ő nem védelmez és ő nem segít. És itt is erről van szó, itt azt mondja, hogy pusztító társadalmi és természeti erők szabadulnának el, és ez egy globális fenyegetettség, mert a négy jégtáj felől, tehát az egész földet érinti, de az Isten angyalainak nem engedi meg, hogy ezeket szabadon engedjék addig, amíg így mondja, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Ugye ennek van egy előképe az Ószövetségben, Ezékiel könyve 9. fejezetében, és ennek alapján pontosan meg lehet érteni, hogy természetesen nem látható pecsétről van szó, hanem nem ember számára látható megjelölésről, de az Isten angyalai számára látható elkülönítésről, és ez a pecsét azt jelenti, hogy Isten oltalom és védelem alá helyezi őket. Oltalom és védelem alá helyezi őket arra a kritikus időre, amikor Isten kénytelen szabadon engedni ezeket a szeleket, amikor az emberi gonoszságnak az elhatalmasodását nem fékezheti tovább. És erre az időre már ez az isteni oltalom védi azokat, akik benne bíznak. Ugye ez, emlékszem rá, hogy amikor én még fiatalon hallgattam előadás sorozatot, jelenések könyve magyarázatot, akkor úgy magyarázta, aki értelmezte ezt a könyvet, hogy hát mi lehet az, hogy a szél ne fújjon se a tengerre, se semmi élő fára, hát biztos az atombomba. Ugye akkor még, ez ugye az 50-es években volt, még az embereket nagyon élenken foglalkoztatta a hiroshimai atomkatasztrófa, és azt gondolták, hogy a mi földünket, hát mi lehet az, ami annyira veszélyeztető, hogy még a tengert is, még az élő fákat is, mindent. És hát azt mondták, ez csak az atombomba lehet. Mi is azt gondoljuk még? Mi már tudjuk, még az se kell hozzá. Mi tudjuk azt, hogy globális felmelegedés, és azt is tudjuk, hogy milyen pokoli, borzalmas társadalmi feszültségek vannak a mi világunkon. Mondjuk, ami engem például mindig különösképpen megráz, ezek a migrációs tragédiák, ugye, hogy országokból, amihol egyszerűen nincs jövője az emberi életnek, emberek eszméletlen erőfeszítésekkel próbálnak átjutni ugye Európába, és ott zsúfolódnak össze 10 000-vel Észak-Afrikában, aztán pusztulnak el a tengerbe, meg ha eljutnak, akkor is mi lesz a sorsuk. Ezek iszonyatos feszültségek a mi világunkon, és ma még senki nem tudja megmondani, hogy nem élünk-e meg újabb népvándorlósokat, mint ahogy az ókorban ezek iszonyú dolgokat idéztek elő. De van egy hatalmas ígéret, hogy az Isten ezeket féken tartja, parancsot ad. Ugye utaltam arra, hogy Isten angyalai a történelem kulisszái mögött is tevékenykednek, hatalmas intelligenciájuk, hatalmas erejük, közelebbről nem tudjuk hogyan, de vissza tudják tartani ezeket a veszedelmeket. És Isten oltalom alá akarja helyezni azokat, akik őt segítségül hívják, akik benne bíznak. Ezt Jézus így fogalmazott, azt mondta, hogy az emberi történelem bele fog torkolni egy olyan időszakba, amit így nevezett, hogy nyomorúságos idő, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. És azt mondta, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Drámai szavak, nem? Máté evangélium a 24. fejezetében mindenki megtalálja. De Jézus így folytatta, de a választottakért, az elpecsételtekért, az oltalom alá helyezettekért megrövidítetnek azok a napok. És arról is világosan szólt, hogy mivel, hogy az emberi történelem végkifejlete, az ő valóban kozmikus beavatkozása, látható megjelenése, isteni hatalommal való beleavatkozása lesz ebben a borzalmas zsákutcába jutó földi történelemben, mert nem engedi meg, hogy ez legyen a vég, hogy egyetlen ember sem marad meg, és az egykor Isten által teremtett föld és ember egy ilyen borzalmas véggel fejezze be a történetét. Tehát az isteni gondviselés ilyen méretekben és ilyen szinten is működik. Hát én tulajdonképpen ennyit tudtam felvázolni röviden, de szeretném fölhívni a figyelmet egy kis könyvre. Bele se kezdhettem abba, hogy
egy előadás keretében mélyebben belemenjek ebbe a témába, mert ugye a Biblia arról is beszél, hogy ez nem csak, hogy így mondjam, ilyen adhok gondviselés olykor-olykor egyes emberek életében, azok életében, akik keresik az Istent, akik bíznak benne, hanem azt mondja, hogy az Isten külön tervet készít rájuk vonatkozóan, és ebben a tervben benne foglaltatik az, hogy sohasem hagyja őket feljebb megpróbáltatni annál, mint ahogy elviselhetik, azzal együtt a kimenekedést is megadja, és nem veszi ugyan ki őket a földi életnek a zajlásából, a sokféle ellenségeskedésből, küzdelemből, ami mindenkinek az életét érinti, de így mondja, hogy titokzatos isteni gondviselés intézi azt, hogy nekik minden együtt munkálkodjék a jóra, és az Isten hatalma őrzi őket, így is fogalmaz az írás, és nem kerülhetnek olyan helyzetbe, amiből kimenekedés nincs, és javukra nem fordítható. És azt is mondja, hogy minden ellenük irányuló fegyvert elfordít, és azt mondja, a gonoszok tanácsát meghiúsítja, engedi, hogy legyenek ellenségeik, történhetnek ilyen problémák, de egyszer csak elfordítja, és mindent a javukra fordít valamiképpen. Ezt már ugye nem fejthettem ki bővebben, de ezt a kis könyvecske karácsonyra készült el, az a címe az isteni előre elrendelés. De az is lehetne a címe, hogy az isteni gondviselés hogyan működik. És akiket érdekel, kint lehet ebből a kis könyvből szerezni, és remélem, akik elolvassák, azok megtanulják olvasni a gondviselésnek a törvényszerűségeit, felfedezni a saját életükben, és felfedezni mások életében is. Ezzel én befejeztem az előadást.